Régmúlt erdélyi sportvilág, Kijéni András sporttörténész legújabb kötete, könyve ez, amit itt a kezemben tartok. Az elmúlt héten mutatták be a Kijéni Péter emléknapok keretében. Szeretettel köszöntöm Boros Miklós sportújságíró kollégámat itt a stúdióban. Szervusz, köszönöm, hogy itt vagy. Szervusz, köszönöm a meghívást. És hogy együtt mutathatjuk gyakorlatilag be ezt a könyvet a nézőknek. Régmúlt erdélyi sportvilág, mit hozott neked újat, kevésbé újat, mitől jó forgatni ezt a könyvet? Hát igazából ez a könyv ez olyan elsősorban tanulmányok vagy írásoknak a gyűjteménye, amelyeket azért András már korábban más hol folyóiratokban vagy egyéb alkalmakkor megjelentetett, és igazából nagyon jól bemutatja azt, hogy a 19. század végén, a 20. század elején hogyan alakultak az egyes sporták Kolozsváron, hogyan harcolták ki maguknak azt, hogy klubjaik legyenek, létesítményeik legyenek, hogyan fogadták el magukat a nagy közönséggel, és ezzel párhuzamosan ugyanakkor például arra is rávilágít, hogy akár a sport sajtó hogyan alakult ki Kolozsváron, hiszen nagyon jól megírja András az egyik esetben, hogy 1910-ig nem voltak kihatásos sportújságírók Kolozsváron, hanem az újságoknak egyes riporterei kimentek ezekre a sporteseményekre, írtak róluk, maga a szakma is éppen a sportesemények hatására alakult ki. De ezen kívül mindenképpen felvillantja azokat a nagyon érdekes, nagyon színes egyéniségeket, akik a sportnak úgymond a hőskorszakában Kolozsvárt, bizonyos sportokat létrehoztak, behozták ide ezeknek a sportának a kultúráját, és bemutatja azt a mecénás támogatói kört is, amelyek ezeket a sportokat, hát mondjuk úgy, hogy fenntartották az első lépésben, egy olyan folyamatokat gerjesztettek, hogy az amatőr polgári szórakozásból a sport hogyan vált később versenysporttá. És itt időközben mutogatok képeket a könyvből a nézőknek. Kijéni Andrást a nézők a Kolozsvári TV képernyőjéről is ismerhetik, hiszen két-három hát sporttörténeti riportot már készítettem vele, az egyiket Somodi István magasugróról, a másikat pedig hát a századforduló a kolozsvári korcsolyázásáról. Neked melyik volt a kedvenc fejezeted amúgy, tehát hogy melyik sportág, vagy milyen kezdet ragadta meg inkább a figyelmedet? Nekem személy szerint pont az utolsó írás, amelyik nem Kolozsvárhoz kötődik, hanem a borsafüredire tervezett olimpiai központ, és ahogy esetleg ott majd egy téli olimpiát is meg lehessen rendezni, annak a nagyon érdekes és megható története volt a kedvence, talán azért is, mert azt az anyagot én fordítottam le román nyelvre egyébként, és úgy gondolom, hogy az egy olyan érdekes sztória, amiről nagyon kevesen tudnak, hogy hogyan lehetett megcsinálni azt, hogy egy a Máramaros egyik eldugott településére oda mertek álmodni, és 4 év alatt eljutottak egy olyan közelbe, hogy egy-két létesítmény hiányzott ahhoz, hogy meg lehessen pályázni egy téli olimpiai rendezését. Úgy gondolom, hogy az az egyetlen ilyen, hát nem mondom, hogy sikertörténet, mert ugye a végén a front elsöpörte az egészet, de mindenképpen azt kell mondani, hogy olyan kezdeményezés, amely már tényleg ki akarta vinni az erdélyi sportet a nemzetközi szintérre. Hogyan látja a mai sportújságíró amúgy a kolozsvári vagy az erdélyi sporttörténetet? Tehát, hogy amikor visszanézel így 100-200 évek távlatába, akkor mit látsz másként, mint akár én, aki nem vagyok sportújságíró? Igazából az nagyon érdekes látni, hogy hogyan alakultak ki az egyes sportágak, melyek voltak az úttörő sportágak. Tehát nagyon jól látszik az, hogy kezdetben az egyéni sportágak domináltak, úgymond, amiket manapság már úgy nevezünk, hogy a klasszikus hagyományos sportágak, vívás, kerékpározás, atlétika, torna. Úszás érdekes módon nem esik szó, ugye az egy már nagyon komoly létesítményhelyzetet feltételez. Ugyanakkor az egyetlen csapatsport, ami akkor még megjelent, az a labdarúgás, a többiek sokkal később jelentek meg, nem csak a Kolozsváron vagy Erdélyben, nemzetközi szintéren is, tehát mondjuk kézilabda, kosárlabda, az már a 40-50-es évek tehető európai elterjedésben. És ezek a sportágok hogyan alakultak ki, és hogy például a kezdetben például az egyes sportágok hogyan alakították ki a maguk külön egyesületét. Tehát például a kerékpározók az atlétika klubon belül kezdték, de később olyan ellentétek voltak, és ezeket András nagyon jól leírja, és megmagyarázza, hogy miért, hogy ezek utána a kerékpározók kiváltak, és megalapították a saját klubjukat. Vagy a korcsolyázók úgy szintén, a korcsolyázó egy nagyon érdekes történet, mert az tényleg gyakorlatilag egy egyszerű polgári szórakozásnak indult, és hát nagyon jól benne van a könyvben, hogy az arisztokraták sportja volt a sétatéri tavon, sőt eleinte még a múzeumkertben volt egy kis tó, ami ma nem létezik, és hogy azon, és hogy hogyan lett alakult át folyamatosan a korcsolyázás egy nagyon elit szórakozásból versenysport. Hogyan lehetne meghatározni, én akkor figyeltem erre föl, amikor Andrással ezeket a sporttörténeti riportokat készítettem, hogy minthogyha annak idején az atlétika, a korcsolyázás, a vívás, hogy azt is ebbe soroljam, ebbe a sorba tegyem, mintha
jobban elismert sportágak lettek volna, mint amilyenek ma. Igazam van, jól érzem, vagy sem? Hát mindenképpen azt kell mondani, ugye ma az elismert sportág elsősorban a sportjátékok, a csapatsportágak, illetve az egyes sportok közül talán a legnagyobb elismertsége a tenisznek van. Teniszről egyébként esik szó a kac kapcsán, tehát arra is benne van, hogy mondjuk az első nagy amerikai tenisztár William Tilden játszott Kolozsváron mérkőzést a 20-as években. Tehát amikor a 20-as évek Tildenről beszélünk, akkor nagyjából egy Sampras-t, Agassit vagy egy Federert képzeljünk el a mai korban. Tehát egy 7-szeres US Open győztesről beszélünk, és hogy ilyen sportok is eljöttek ide Kolozsvára, tehát mindenképpen ez érdekes. De akkoriban mások voltak a prioritások, tehát ugyanez az alapsportok, amelyekből aztán később kinőttek a többiek is, azok voltak. Hát ugye mi volt az arisztokrata létben, ugye a legfontosabb sport mi volt? A vívás. Abból indult ki minden. A torna egyértelmű az német hatásra terjedt el nálunk, jött az angol vonalon a futball, és az atlétika, amelyik aztán szintén az alapsport, ez a futás, ugrás, dobások, tehát ezek az alapok, amelyekre a többi sport egyébként a mai napig mindig alapoz. Van olyan, hogy kedvenc történet, miután végigolvassa az ember ezt a könyvet? Most te nevezetesen, hogyha végigolvastad ezt a könyvet, megragadt benned egy olyan történet, ami úgy nem hagy békén? Hát igazából mindenik a maga módján nagyon érdekes. Voltak olyan történetek, amelyeket már ismertem korábbra is, voltak olyanok, amelyekről igazából részesen most olvastam először, mint például Borbély Györgynek a legendás kerékpározása Kolozsvártól Párizsig a világkiállítás alkalmával, egy olyan kerékpáron, amelyre ma senki fel nem merülni a cirkuszi artistákon kívül. Tehát az úgy képzeljük el, hogy az óriás első kerék, kicsi, és azon elmenni 4000 kilométert Párizsig oda-vissza, hát az azt mondom, hogy manapság... Hogy Párizsig ment azzal a biciklivel. Párizsig ment azzal a biciklivel, tehát ezt manapság egy hétig mutatnak a televízióban. Egy végső gondolat arról, hogy miért érdemes ezt a könyvet, amelyet amúgy a Fehér Holló sorozat, a Világhírnév kiadó adott ki, hát kézbe venni, forgatni és okulni belőle. Hát igazából azért, hogy tényleg ismerjünk meg olyan embereket a kolozsvári sportötemből, olyan kezdeti lépéseket, amelyekről talán nem is sejtjük, hogy hogyan is miért voltak és tették meg ezek az emberek. Hát például olyan történet van benne, hogy az Istvánfi Gyula az megírta az első magyar nyelvű kerékpáros szakkönyvet itt Kolozsváron. Tehát, hogy vannak nekünk a sportban is nagy elődeink itt Kolozsváron, és nem csak köszönöm szépen neked, hogy itt voltál és mindezekről beszámoltál.